Jó napot kívánok, kedves nézőinknek és hallgatóinknak! Schmidt András vagyok a Műegyetemről, és két dologhoz kötődtem egész életemben. Az egyik a Műegyetem volt, a másik a Műholdak. Az alkalom, amiért itt megkértek és megszólalk, az egy nagyon számunkra nagyon nagy sikerélmény, ugyanis a megszólalt és a világűrben nagyon jól működik a világ legkisebb műholdja, Smog P. Egy kicsit a háttérről néhány szót. Amikor már mozog, egy a végnapjait élte, illetve egy kicsit még előtte, és töprengtük, hogy hogyan menjünk tovább. Az elképzelésünket a pénzek behatárolták, a támogatás. A támogatás azt sugallta, hogy próbáljunk meg egy olyan területbe belevágni, amit eddig senki nem csinált. Ez volt a zsebméretű műholdak családja. Elindultunk ezen a területen, mondva, hogy megpróbáljuk megcsinálni, amit még eddig a világon senkinek nem sikerült. Kevesebb pénzügyi háttér kellett, reálisnak tűnt a beszerzése, a Smog egy név később alakult ki, de végül is megszerettük, azt hiszem, összeállt az egyetemi csapat, és elindultunk ezen a vonalon. Az első gondolatunk még csak Smog 1-hez kapcsolódott, tehát mindenféleképp megcsinálni az első kisebb műholdat a világon. Majd ahogy kezdett kialakulni a konstrukció, úgy kezdett növekedni a félelmünk, tehát olyan pici, kevés az energia, pici a hőtehetetlensége, pici a hőkapacitása, hogy fog ez viselkedni a világűrben. Tehát bennünk volt egy félelem, és az a félelem a konstrukcióra kicsit rányomta a bélyeget. Amikor bejött egy váratlan lehetőség, megkeresett bennünket az ATL nevű kis cég, azzal a kéréssel, hogy szeretne egy kísérletet megcsinálni a világűrben. Ekkor felmerült az is, hogy a rizikók duplájára nőtt. Hát egyszer nem fog működni Smog 1, de az ATL nev is ez bekövetkezik. Tehát megnézve az ATL lehetőségeit, és egy kicsit belenyúlva a zsebükbe, Nagy Andrást végül is sikerült rábeszélni, hogy növeljük meg az ATL egy méretét dupla akkorára, tehát kétszer akkorára, mint amekkora a Smog 1 volt. Ezzel a rizikónk egy vonalon csökkent, mert lesz egy nagyobb műhold, amin megnézhetjük azt, hogy mi is történik, de maradt változatlanul a probléma a Smog egy kicsiségével. Sikerült felcsábítanunk az állomásra a rektorunkat, akit rá lehetett beszélni arra, Dudás Leventével együtt közrefogtuk, és rábeszéltük arra, hogy a start költséget, ha összeadná az egyetem, és megkapnánk, akkor csinálnánk egy előfutárt, és így született meg Smog P, amelyen végül is a világrekordot elértük. Tehát elindultunk két műholddal, összesen hárommal, de két kicsivel és egy nagyobbal, azzal, hogy megpróbáljuk mindenféleképp megcsinálni az első működő műholdat. A kihívásunk dupla volt, először is megcsinálni azért, hogy működjön, tehát a világűrben életjeleket adjon, ugyanazt a funkciót láss el, mint amit ellátott annak idején Maszat 1, de ugyanakkor rajtunk volt a nyomás, hogy ezért támogatást kapni nagyon nehéz szponzoroktól. Tehát oda megyek és azt mondom, hogy na most kérnék szépen egy hasonló funkciójú műholdra pénz, mint ami a Maszat 1 volt, csak jóval kisebb, nem nyerő. Ki kellett találni valami olyan kísérletet, amit beletehettünk, és ez a kísérlet végül is a környezetszennyezésnek egy nagyon speciális megfigyelése volt. A Föld körül elektroszmog, ember keltette elektroszmog vizsgálata. Ilyet még senki nem csinált, és ráadásul nagyon könnyen, nagyon kis méretben meg lehetett csinálni. Tehát így került bele egy elektroszmog mérő, és az előző tapasztalatok alapján, amikor Maszat 1-nél már láttuk azt, hogy a környező hatás az egy nagyon domináló, tehát a kemény sugárzás, ami érkezik a világűrben, domináló hatása van az élettartamára a műholdra, ezért azt mondtuk, hogy legyen benne még egy sugárzás mérő és egy összegzett sugárzás mérőrendszer. Tehát így született meg végül is a teljes felépítése a műholdnak. Így indult meg, ha úgy tetszik, az akció, hogy összeszedjük a pénzügyi hátteret, amit legnagyobb örömünkre végül is a szponzoraink biztosítottak. Ezzel indultunk el, megszületett a műhold, és megszületett Smog P. Smog P, amelynek a startját ismét nehéz volt megszervezni, mint általában a kicsiket, hiszen a rakéta tulajdonosok egyik válasza rögtön az, hogy egy ilyen kis szerkezet nem kereskedelmi mennyiség. Többbe kerül a papír, nagyobb súlya a papír munka, Szajusz oroszoktól ezt a választ kaptuk, nagyobb súlya van a papír munkának, az adminisztrációnak, mint magának a kis műholdnak. Végül is szerencsénk volt, egy kis céget találva Skóciában, velük összefogva megszületett a háttér,
és fölkerülhetett, pályára állhatott Smok P, mint előfutár, prekurzor. Az izgalom természetesen nagy volt, és nagyon jól sikerült az időzítésünk, hiszen ha előfutár, akkor annyi időnek kell lenni, hogy az utána következő éles műhold, ha úgy tetszik a Smog 1, legyen időnk módosítani rajta, hogyha a Smog P integet a világűrből, hogy hoppá, hát ez vagy az a részem nem jól működik, magas a hőmérsékleten, vagy meg akarok fagyni. Tehát így került fel végül a Smog P. És a Smog P egészségét nézzük, mert ugye akit küldtetek hozzám kérdéseket, az egyik kérdés így szólt, egészségű állapota kifogástalan. Két részre izgat bennünket nagyon mindig egy ilyen startnál, az egyik az energiaellátás, a másik pedig a hőmérséklet. Mind a kettő egy gyilkos dolog, hiszen ha nincs energiám, akkor nem tud működni a műholdam. Ha leesik nagyon a hőmérséklet, vagy nagyon felszalad, akkor ezzel is barba kerülök. Nagyon jól tervezték a gépész hallgatóink a hőegyensúlyát a kis műholdnak, hiszen mínusz 3 és plusz 50 fok közötti tartományban változnak a belső hőmérsékletek, és nem igazán került nehéz helyzetbe. Tehát vígan működik, az is mondhatnánk. Ilyenkor az emberek magába kell szállni, hogy vajon mi az, amire nem gondoltunk. Hát amire leginkább nem gondoltunk, az maga a pálya volt. Ugye a pályánál az egyik döntő szempont, hogy lehetőleg miután megcsinálta a misszióját, mértünk, amit tudtunk, lehetőleg hamarabb térjen vissza a földre, ékjen el. Ilyen szempontból előnyös volt a 400 km körüli pálya, végig is 380 km körüli pályára került, mondván, hogy itt vígan elnyargal, majd becslések szerint, ugye senki nem tudja megmondani, 6-8 hónap élettartam után leesik. Egyetlen gondunk van, gondunk volt, és amire nem gondoltunk, ez a pálya magasságából adódott. Ha valakinek valaha nagyobb köze volt, vagy van köze a rádiózáshoz, az tudja, hogy ebben a magasságban a rádiósok számára egy rendkívül fontos réteg helyezkedik el, amit ionoszférának neveznek. A kis műholdunk az vígan nyargalászik az ionoszférában. A baj csak az, hogy az ionoszféra a nap tevékenységétől függően tele van elektronokkal. 7 km per szekundumban rohanni egy olyan elektronokkal telerakott környezetben, ahol több millió elektron is lehet egy köb centiméterben, ez egy életveszélyes művelet. Az elektronok rombolják a műholdunkban lévő alkatrészeket. És itt megint egy érdekes dolog merül fel, hiszen a kis műholdunknak a építő eleme, a váza, ugye nyomtatott áramköri lapokból készült. Ezek, ha egyszerűsítve mondanám, azt mondom, hogy műanyagok. Hát ezen röhögve átrohannak az elektronok. Míg egy fémből készült műholdnál valamennyit csak csökkentik az intenzitásukat a fém oldallapok. Ennél nincs semmi. Elektron rohan bele, puff, eltalálja a félvezetőt. Félvezető rögtön elkezd vezetni, jobban, mint ahogy szeretnénk. Ennek következtében az elektronok hatására állapotokat váltanak benne a rendszereink. Szerencsére, megint a jó tervezés következménye, mindenütt van tartalékegységünk. Tehát olyan érdekes meneteket figyelhetünk meg most, hogy mind a két műhold, a részben a nagyon kicsi, ugye a Smog P és a nagyobb az ATL 1 is, nagyon gyakran vált át aktívról tartalékra. Azért, mert az elektronok egyszerűen ezt okozzák. Tehát ez volt az igazi meglepetésünk. Visszatérve az eredeti célkitűzésünkre, már ami a méréseket illeti, nagyon fontos volt, hogy olyan eszközök kerüljenek be, vagy olyan mérési elvek legyenek, amit meg tudunk valósítani meggyőzően. Ki kellett választanunk azt a frekvenciasávot, ahol az ember legnagyobb valószínűséggel szennyezi a környezetét, elég nagy szinten ahhoz, hogy egy ilyen kis szerkezettel, anélkül, hogy nagyon elbonyolítanánk, meg tudjuk mérni. Így jutottunk bele, így jutottunk el gondolataileg először, aztán megvalósításban is, a televízió sávba. Tehát pillanatilag 470 és 860, attól függően, hogy programozunk és hogy mérünk, megahertzes frekvenciasávban mérünk. Mi is az érdekessége ennek a mérésnek, szintén látom, hogy többen kérdezték. Az érdekessége az, hogy a tévéadóink úgy sugároznak, hogy fönn a hegytetőn, utána gyakorlatilag vízszintesen egy kifele, kicsit lefele nyalábolva elindítják a jó nagy teljesítményüket. Hogy mi lesz ebből a teljesítményből? Egy része nyilván itt marad a Földön, megcélozva az ellátottsági körzetet, a többi része pedig kirolna a világűrbe. Csináltunk előzetes méréseket, fölvivel balonon a mérőeszközünket 30 km-re,
és láttuk, hogy miután Európában, általában szárazföldökön, olyan sok tévéadó működik, hogy a várható jel, amit látnunk kell fönn a világűrben, az egy fehér zaj jellegű valami lesz, hiszen nagyon csak 1000 számra sugároznak fölfele tévéadók jeleket. Amit eddig kaptunk, vagy mértünk, ezt pontosan igazolják. Nagyon sok adatunk kerül le, nagyon jól működik a műhold, nagyon érdekes az elrendezés is, és ha megnézzük, igyekszünk, megmutatnám azokat a pontokat egy térképen, amik mutatják azt, hogy hány ponton mértünk spektrumot. Tehát látszik, hogy kicsit rendszertelen, de gyakorlatilag hozzá kell képzelni azt, hogy egy mérési pont, amikor spektrumot vér a műhold, az durván egy 4000 km átmérőjű kört jelent. Ekkora lábnyoma a műholdnak a Földön, tehát nagyon sok tévéadót lát, tehát a várakozásnak megfelelően a mérési eredményünk fehér zaj jellegűek lesznek. Ha most ezt elképzeljük, hogy végigvisszük a Földön, akkor egy terület biztos lesz, és ezt kalibrálásra használtuk, egy terület biztos lesz, ahol nem lesznek tévéadók. Hát ilyen terület, amit kiszúrtunk, mint kalibrálásra kiváló alkalmat, a csendes óceán területén van, és ha megnézzük ezt az ábrát, ez a csendes óceánnak egy csendes részén készült, jól látszik, hogy gyakorlatilag csak az alapzaj van, a mérőrendszer alapzaja, és sehol más jelet nem látunk. Tehát ez hozta, ha úgy tetszik, mindazt, amit szerettünk volna. További elképzelésünk az volt, hogy aki besegít, és mint ez nyitott rendszer, ugye olyan telemetri rendszer, amit bárki mehet, publikált, hozzáférhető, tehát vártuk azt, hogy sokan kíváncsiak arra, hogy hogy néz ki fölöttük az elektroszmog. Tehát abban bíztunk, hogy jó néhány nem csak magyar, hanem külföldi állomás és főleg rádióamatőrök megkísérlik venni az adatainkat és megnézni, hogy ténylegesen hogy is néz ki az elektroszmog a fejük fölött. Ha megnézzük ezt a további ismét kis pontokkal telített ábrát, akkor ezen jól látni, hogy hogy oszlik meg a Földön a megfigyelőink száma. Tehát elég nagy számban vannak, és elég jól szétszórva a Földön. Meg kell jegyeznünk, hogy ez nekik tulajdonképpen nem meghatározó jellegük van, örömmel veszünk teljesen minden adatot, de a központi állomásunk, tehát a vezérlő állomásunk a műhold memóriájából, amikor a műhold árnyalka fölöttünk, kiolvassa a mért adatokat. Tehát tudjuk, vesszük, feldolgozzuk, folyamatosan feldolgozzuk az adatokat. Hadd térjek ki egy kicsit arra is, hogy milyen körülmények között születtek ezek a műholdak. Nagyon jó csapat állt össze most is, Baszat 1-nél is jól működött most is, tehát a konstrukció összeállt úgy, hogy volt néhány külső tagunk és nagyon sok egyetemi belső tagunk, akik hallgatóként segítettek a konstrukcióban, gépészkarról és villamoskarról, domináló számban villamoskarról, és volt néhány besegítőnk külső is, akik már messze voltak a diákkörtől, de nagyon sokat segítettek. Tehát ez a csoport állt össze. Ebben nem volt meglepetés, hát így szerveztük, így szerettük volna. Az igazi meglepetés akkor keletkezett, amikor pályára állt a szoftver, és még tulajdonképpen nem volt igazán jól működő, feldolgozó szoftverünk. Nyitott rendszer, tehát bárki hozzáférhetett, módosíthatott, és nagyon örülünk annak, és nagy öröm volt látni, hogy nagyon sok olyan segítséget kaptunk, aki szoftverek területén otthon volt, és nagyon szívesen segített, hogy minél komplettebb legyen a rendszerünk, és minél ügyesebb legyen, tehát egyre több adatot kapjunk. Visszatérve az adatokra, tehát nagyon sok adat dől szó szerint ránk, és jelenleg is 4-5 egyetemi hallgató dolgozik azon, hogy ezeknek valami látványos, kétdimenziós, háromdimenziós megjelenítését be tudjuk mutatni. Meg szeretnénk mutatni a világnak, hogy ténylegesen milyen gondokat okozunk fönn a világűrben. Nem egyszerű dolog ez. Azt elfogadja az ember, hogy szennyezi a folyót, levegőt, és igyekszik valamit tenni ellene, de azt elfogadni, hogy mi történik a fejünk fölé kisugárzott jelekkel, ez még a profi világnak is nagyon nehéz. Tehát sokan most is úgy néztek ránk, hogy jó, és kit érdekel, hát kimegy a világűrbe. Annak idején az egyik motiváló, indító gondolatot az hozta, hogy mérjünk, figyeljük ki az elektroszmogot, hogy ismerős pilótákkal beszélgetve azok nevetve veszülte, mondták el, hogy 11 km magasan ők vígan telefonálnak a GSM telefonjainkkal, miközben az ellátottság a földre szól. No,
Méréseinket nézve egy érdekes előzetes eredmény mutatok be, amit szintén hozzátéve, hogy nyers eredmény, de végül is megmutatja azt, hogy mennyire igazolódhat az, amit mi próbáltunk elhinteni, hogy a mobil rendszereknél, itt ezt az ábrát mutogatom, ugye a nagy átlagos fehér zaj, amit látunk, az az ábra nagy részét kitölt. Itt az ábra szélén van egy kiemelkedő rész. Ez a kiemelkedő rész a mobil szolgáltatóktól származik. Tehát ha megnézem, azt is mondhatnám, hogy ebben a környezetben, ugye itt a tévéadó fehér zaj jellegű spektruma, ebből a környezetből messze kiemelkedik a mobil szolgáltatók által fölfele sugárzott jel. Megint egy kis kitérő. Amikor indultunk, ugye nagyon fontos volt, hogy találjunk pénzügyi hátteret, meglátogattam sorban a nagy mobil szolgáltatókat kérve, hogy egy kicsit támogassanak bennünket, megmutatjuk, hogy milyen jeleket sugároznak föl a világűrbe. A meglepetés az volt, hogy senki nem akarta látni a jelét. Hát most megmutatjuk nekik. Remélem, hogy többen ülnek a nézők között, akik megláthatják azt, hogy nem hiába kiabáltunk, ott az eredmény, és ott az eredmény mutatja, hogy bizony nagyon sok jelet sugároznak föl a világűrbe. Nagy örömünkre szolgál, hangsúlyoznám, hogy a SMOGP nagyon jól működik, az ATL-1 is, beigazolódott az is, hogy a SMOGP az ügyesen kell, hogy beoszta az energiáját, hogy elég legyen. Addig az ATL-1, amit ugye úgy terveztünk már, hogy legyen energiabőség, ezt hozza is, nagyon szépen működik. Nagyon jól bevált a földi vezérlőállomásunk is, nagyon jól működik, és nagyon örültünk, hogy annak idején abban gondolkoztunk, hogy ne kelljen embernek vezérelni. Teljesen egészében távolról vezérelhető, önhordó, számítógép vezérel, és mindennapos munkát ugyanad, Hőd Emilnek, illetve Dudás Leventének, akik naponta felügyelik és vigyáznak a műholdjainkra. Természetesen készülünk a következő startunkra, hiszen Smog 1, ha minden igaz, és reméljük, hogy igaz lesz, ha a vírus nem mossa el az orosz startolhattatót, akkor egy nagyon érdekes start keretében szeptemberben kerül földkörüli pályára, úgyhogy egy nagyobb olasz műhold belsejében utazik, majd amikor földkörülért, az olaszok kidobják, és reméljük, hogy jól meg fog szólalni, és elégedettek lettünk a működésével. Mi az újdonság benne zárszóként? Az újdonság az, hogy a magasabb pályára kerül, és 600 km körüli pályára kerül. 600 km körüli pályáról igyekszünk minél hamarabb vissza. 6 darab összesen fékező lemezt építettünk be a falába, minden oldalfajába, azzal, hogy az átmágnesezése ezeknek a lemezeknek csökkenti a mozgási energiát, tehát nem kell kivárni a 20 éves élettartamot, jóval hamarabb a földre ér. Ebben bízunk és reméljük, hogy megérjük azt az időszakot szeptember-októberben, amikor 3 magyar kis műhold lesz a világűrben. Köszönöm szépen a figyelmet!